Sziasztok! Előfordul az a kérdés, nem is ritkán annak, aki rézüstről vált rozsdamentes acélüstre, hogy hogyan is lehet tisztítani magát az üstöt, mivel lehet lepucolni, hogyha esetleg véletlenül kifolyna a cefre, kiszedéskor, beszedéskor, betöltéskor, mellé folyik, ráég az üst falára, hát ugye magától nem jön le, kefével se jön már le, ilyenkor kell valami brutálisabb megoldás. Erre például tökéletesen alkalmas a hideg zsíroldó. Ugye a kézi könyv vagy a leírása szerint tűzhelyek, tepsik, rozsdaöntes acéledények tisztítására való. Hát ilyen esetben pont erről van szó. Elvileg 2-3 percig kellene rajta hagyni, hogyha ráspricceltük, és utána pedig letörölhető nedves rongya, ez az instrukció. Mivel eléggé masszív anyagról van szó, szerintem a gumikesztyű nem szégyen, inkább azt marja, mint a kezemet, és hagyni kell egy kicsit, hadd dolgozzon az anyag, egyébként látszik is már, hogy kezdi megfolyatni ezt az odaégett cefrét, ha jól emlékszem, ez szilva, vagy talán valamilyen borszőlő lehet, nem is tudom. A lényeg az, hogy jól odaéget, és simán le is jön, hogyha az ember nekiáll egy szivacsal, gyönyörűen le is szedi, a vödör vízbe kiöblítjük a szivacsot, és folytatjuk a munkát. Előfordulnak azért olyan masszív lerakódások, odaégések, amikhez muszáj mondjuk két körben hideg zsíroldózni, de mint látjátok, azért az sem egy túl időigényes folyamat, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Nyilván én ezt csak a külső felére alkalmazom az üstnek, belül nem szeretnék ilyen masszív anyagokat alkalmazni, de szerencsére nincs is rá szükség, hogyha van keverőnk a főzőnkön, akkor elvileg azért egy jó dupla falu üstbe, akár vizes, akár olajos, nem illik odaégnie a cefrének. Ha mégis, akkor sima mosogatószerrel, ilyesmivel érdemes pucolni, hiszen elég arra gondolni, hogy gyakorlatilag egy marha nagy kukta vagy lábos az üst, ugyanabból az anyagból van 304-es acél, tehát ugyanazokkal az eszközökkel tisztítható is, mint amivel egy háztartási edény, és mivel ugye az üst külső felét nem nyalogatjuk, ott azért lehet extrémebb, erősebb anyagokkal gurítani, az üst belsejébe viszont berakjuk a cefrét, gyakorlatilag élelmiszer előállítás zajlik ott, úgyhogy mindenki azt szerint válogassa meg a felhasznált tisztítószereket, hogy mi az, amit szeretne a cefréjével érintkezésben látni. Hát látjátok, hogy a nagyja el is lett pucolva, tehát ilyen egyszerű a trükk, tehát nem más, mint egy flakon hideg zsíroldó, ez nagyjából 1000 forint, és egy ilyen edénnyel, vagy egy ilyen tégellyel szerintem hát egy 5-10-szer biztos, hogy el lehet pucolni az üstöt, hogyha úgy alakul. Tehát nem egy drága mutatvány, és mint látjátok, elég gyorsan, elég tisztává lehet varázsolni. Utána sima vizes rongya vagy szivacsal át kell törölni az üstöt, és gyakorlatilag tiszta, mehet a pihenőidőre, hogy jövőre ismét szép és tiszta állapotban kezdhessük a szezont.